lelkületéhez nagyon közel álló, sok ponton kapcsolódó fiatalembert hívnék meg, Kovács D. Barnát. Itt fogadjatok szeretettel. Szervusz. Ja. Parancsolj. Köszi. Kedves Barna, miért is vagy te itt? Ha meghívtál azért. És hát szerintem azért vagyok itt, mert az Iblen több évig, vagy 10-15 évig ment egy Ibl diákkörös utazás. Igen. Aminek a főszervezője a Börcsök László volt. És ezeken az utazásokon én egész korán, családi kötődés miatt 14 éves korom óta részt vettem. Tehát az első ilyen Ibl diákköri útra szerintem 14 évesen mentem, és Londonba mentünk, ami egyébként ugye egy kétnapos, vagy kicsivel több, mint kétnapos busz út oda. De egyébként akkor még egyébként így kisebb is az ember, én akkor hátul elaludtam egy dupla ülésen. Arra ébredtél, hogy London. Igen, de meg akkor ugye akkor a komppal mentünk át a busszal, tehát ez izgalmas dolog volt. És utána minden, tudod, ezt hiszem egy ilyen ibl-diákkörös utat hagytam ki, a Finnországot, tudom, 16 évesen, mert akkor inkább a haverokkal maradtam, de egyébként mindegyikre mentem, és egyébként nagyon szerettem. Na, de én láttalak immáron kicsit később, az igaz, ilyen előadói szerepkörbe is a oskolánkba. Hát igen, de az lényegesen később volt, akkor már egyetemre jártam, vagy akár már el is végeztem, és akkor azt hiszem, hogy ilyen vizuális kommunikáció órán, hát építészeti témakörbe tartottam előadást, igen. Igen. Hát akkor most akkor fölvéve a itt léted okát, ugye 2010-ben Anettel egy időben történt ez a csoda, mert ezt én csodaként éltem meg, hogy én két fiatal tehetséget ajánlhatok, és mind a kettő elnyeri a Junior Prima díjat, ezt egy ilyen isteni csodaként, de megérdemelt, hogy mondjam, isteni beavatkozásként éltem meg. Ugye ajánlhattalak téged is erre a díjra. Én már nem emlékszem pontosan az akkori anyagodra, a portfólióra, de ezt a képet, amit egyébként a honlapodról csíptem le, azért vetítem most ki, mert én valami ilyesmikre emlékszem, ilyen hátizsákokra, ilyen nagyon érdekes, néha generált, néha soft ügyekre, ilyen, ugye, hogy valami ilyesmi járt akkor a te fejedbe. Igen, hát tehát az egyetem alatt is sok ilyen experimentálisabb terv született, vagy sok ilyen experimentális és ilyen avantgárdnak nevezhető megközelítésekkel foglalkoztam. Ez egyébként egy formatervezési pályázat, egy főző edénynek tulajdonképpen egy terve, és hát ez szerintem úgy kapcsolódik még a mi beszélgetésünkhöz, hogy tudom, hogy más képeket is meg fogunk mutatni, és hát úgy kapcsolódik ide is a Junior Prima díjhoz, hogy ezeken az experimentálisabb, vagy ilyen érdekesebb építészeti megközelítéseknek 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor az egyetemet kezdtem, én úgy tapasztaltam, hogy egyébként nincs meg a terepe a magyar egyetemi felsőoktatásban. Most egyébként, ha körbenézünk és ibülős terveket látunk, szerintem most már ez sokkal nyitottabbá vált ez a dolog, akkor én úgy éreztem, hogy nincs meg, és most ezzel kapcsolódni csak vissza az első témához, hogy ugye itt az euróibülös diákkörös utakon, amin egyébként egy nagyon jól felépített építészeti tematika volt, tehát mindig a legérdekesebb épületeket néztük meg, Barcelonától elkezdve, amelyik városban voltunk, és ugye akkor nem tudom, ilyen fiatal koromban akkor a Parc La Villette-be végig sétálni, ez a Schumi-nak a piros elszórt épületei között, ugye,
ugye egy más benyomásom volt az építészetről, akkor, amikor elkezdtem az egyetemet, és én úgy tapasztaltam, hogy akkor ennek ott egy más szemlélet uralkodott. De nem is a más szemlélet volt a lényeg, hanem nem volt ugye választási lehetősége az embernek. Tehát ugye az építészetnek nagyon sok iránya van, sok gondolat, mert sok eszmemelet lehet ezt csinálni. Én akkor úgy tapasztaltam az egyetem évek alatt, hogy ezt a fajta ilyen kísérletező, vagy avantgárd, vagy nagyon kortárs gondolatokat nem volt helye, ahol én ezt ki tudtam volna bontani. Igen, hát ha visszaemlékezünk erre a 10-15 évvel ezelőtti valóságra, nem csak Magyarországon, ugye megjelentek azok a szoftverek, amikkel már ugye alkotni lehetett ilyen jellegű munkákat, lehetett gondolkodni, vagy eszközt adtak a kezünkbe. Na most ez akkoriban azért annyira új volt, hogy hát tulajdonképpen ezen nem lehet csodálkozni, hogy egy jól felépített, de ugyanakkor beállt oktatási, felsőoktatási metodikában nem mindenki partner ebben, mert uram, bocsá, valaki azt mondhatja, hogy itt csak meg kell nyomni az entert, és kijön ez a fazék. Közben ez hihetetlen mód nem így van. Ezt ugye most már nem kell ennyire kommunikálni, mert ez nyilvánvaló, de akkor ez nem volt annyira nyilvánvaló. És lehet, hogy te ezt a szélmalom harcodat ívtad akkor egy picit. Lehet, És talán találtál rá mondjuk az íbőre akkor, aki megnyitott volt esetleg ilyen jellegű ügyekre is. Na tehát ez a 2010, ez ugye ezzel az eredménnyel zárult, igen. Ezt ugye, és hát itt, mint utólag kiderül, itt álltok egymás igen. mögött, immáron a két junior prima, a kis könyv róla, és hát ugyanakkor engednek, hogy én lépjek egy nagyot, mert ismét, amikor így fel kellett rád figyelni, az a nem utolsó, nem, illetve azt kell mondjam, hogy korszakos teljesítmény, hogy egy nemzetközi tervpályázat első díját megnyered, magyarul egy nagyon nagy pályázatnak az első díját, a Mongol Múzeum, nem is tudom pontosan, valami archeológia? Mongol Nemzeti Archeológiai Múzeum. Mongol Nemzeti Archeológiai Múzeum. Hogy történt ez? Hát igen, tehát azt azért látni kell, hogy a nemzetközi pályázatoknak is sok szegmense van, és vannak olyan nemzetközi pályázatok, amik a legtöbb fórumon terjesztve vannak, és több ezer induló van. Ez egy olyan nemzetközi pályázat volt, ami alapvetően nem ezt mongol kapcsolaton keresztül tudtunk meg róla, tehát ez egy meghirdetett pályázat volt, de mondjuk nem az, ahol ezer építész indul el, és mondjuk a legnagyobb irodák, hanem itt indult a koreai, orosz, Kazasztán, nem is tudom, hogy Európából, még Kelet-Európából indult valamelyik ország valaki, de szóval egy nemzetközi pályázat volt. Tehát azért fontos megemlíteni azért, mert... Na de hát ezek, akiket most mondtál, hogy mondjam, világrészek, ezek az elég jelentősek. Igen, tehát hogy jó, csak úgy az a pályázatoknak a formája mellett, de azért ez azért fontos. Távol tehát, kelet. Igen, de hogy igen, tehát egy nemzetközi pályázat nagyon tetszik, volt. Hogy ilyen szerint vagy. És tehát a mongol kulturális és sportminisztérium hirdette meg, akinek volt akkor egy női vezetője, aki egyébként nagyon létre akart hozni valami nagyon kortárs dolgot, és akkor akkor ott Mongóliában, utána megnyertük, ennek volt és utóélete, tehát ott volt díjátadó, akik ott olyan ismerőseink voltak, akivel ezt egyébként együtt csináltuk, ezt átvették, és akkor ott, mit tudom, az a mongol miniszter mondta, hogy hát ezt látja, hogy ezt valaki olyan csapat csinált, akik nagyon sok múzeumot terveztek már, hát ez ugye nem igaz, mert ez volt az első, vagy... Hát engedd meg azt az általad mindig elhárított mondatot, ezt én szó szerint idézem, hogy a magyar Zaha Hadid nyerte meg náluk a nemzetközi pályázatot, mondták a mongolok. Hát persze, hogy elhárított, mert... Persze, hogy elhárított, de én nem, tehát nem, nyilván nem így közelítem meg, hanem úgy közelítem meg, hogy úgy láttam a többi munkát is, és tehát azért az én törekvésem az volt, hogy Mongólia, tehát tényleg egy ilyen nagyon ősi hely,
és olyan archetípusok vannak, amiket teljesen közismertek, és ezeknek az archetípusoknak valahogy a kortárs feldolgozása, ez volt a cél. Tehát ehhez a megközelítéstől én ezért titakozok, de ettől függetlenül azt azért meg elmondom, hogy ugye hogy Bécsbe egyébként jártam 2 évet mesterkurzusra az Engelentére, és akkor én akkor személyesen is ismertem a Zaldidot, meg ott együtt, tehát az ő stúdiójába tanultam, tehát ebből ennyi kapcsolatom van ezzel, de ennek a munkának nincs konkrétan hoz közelje. Oké, na jó, elengedem ezt a mondatot, és hát akkor ismét egy kis lóugrással, ugye 2018-ban egy számomra meglepő épület híresült el a Balaton környékén, ugye, ami egyrészt évháza lett, meg még azt hiszem a Balaton vonzáskörének évháza is. Igen. Egy nagyon érdekes épület, amit én nagyon szerettem, mert egyfajta konstruktivizmust láttam benne. Most ezen a képen pont annyira nem veszik, de egy nagyon érdekes, mint egy iparterves, fából készült acélrácsos tartó szerkezet tartana egy archetípus házat, amit tőled viszont egy kicsit nekem, miután nem figyeltem, hogy mit csinálsz azóta, és bennem még a mongol néprajzi múzeum élt, olyan hirtelen volt. Hát igen, de ugye az én megközelítésem a mongol múzeumhoz, ami mondjuk lehet, hogy egy külső szemlének máshogy tűnt, az abszolút egy népi formáknak a feldolgozásából indult. És alapvetően azért itt is el lehet mondani, és ehhez kapcsolódóan van egy nagyon jó cikk, amit én meg is találtam. Amit a Wettstein Domokos írt a íme. Igen. Itt az általam említett szerkezetek látszanak. Igen. És ennek egy nagyon érdekes címe van, népi urbános dekonstrukció. Igen, hát ez a teljes megbeszélés nélkül született ez a cím, ez egy abszolút önálló írása volt a átküldött alaprajzok és fényképek alapján, de hogy én ezt annyira aktuálisnak éreztem minden szinten, egyébként szerintem mind közéleti témában, mind amilyen talán, nem tudom, most nem akarok messzire menni, de a 19. század eleje után újra egy ilyen közéleti téma ez a népi urbánus létnek a definiálása, újragondolása. Úgyhogy ez egy olyan cím volt, amit én felfedezni láttam akár az általad említett, vagy a megnézett Ulánbátori Archeológiai Múzeummal kapcsolatban is. Úgyhogy én ezért küldtem át többek között ezt a címet, mert ez egy nagyon jó összefoglalója szerintem, ahogy én gondolkodok, vagy amit gondolkodok. Ha jól értem, szabadat el ne felejtve, a deconstructions nálad nem az a deconstruction, amit mondjuk milyen nagy betűkkel kiírva zászlónkra, mondjuk így a posztmodern után, vagy mint egy annak folyamányaként, vagy éppen hogyha Franco Gehrinek a kiáltványára gondolok, annak ellent tüntetéseként kell értelmezni. Tehát nem az a, mondjuk egy Libeskindel, vagy az előbb említett Csumival fémjelzett deridai gondolatok mentén született deconstruction, hanem ennek valami egy ilyen finomabb narratívája, vagy egy picit olyan, hogyan óvatosabban szelett elő. Nem tudom, hogy kell ezt ilyen képletesen mondani. Hát igen, tehát ugye, hogy tehát, hogy azért anélkül, hogy elmélyednénk mondjuk a dekonstruktivista gondolatkörbe, azért bármelyik építészeti módszernek, vagy módszertannak eleme az, hogy felhasznál, és ezt más építészet elméleti módszertanok is említik és használják, hát hogy felhasznál bizonyos korokból, vagy bizonyos formákat, bizonyos jellemzőket és összetételt, szerintem ez nem kifejezetten erre jellemző, nem kifejezetten dekonstruktív jellemző, tehát itt ez maga a fogalom itt úgy merült föl, mint hogy a Domokosnak a címadásában megjelent, de alapvetően jó, de nem abban a dekonstruktivista irányzat értelmezésben,
hanem úgy, mint hogy tehát hasonlóan, de nem pont ugyanúgy, mint ahogy... Igen, ha szabad megpróbálni ezt így megfogalmazni, próbálok még egy képet találni, ahol a legnyugodtabban állott ez a nyeregtetős, tényleg archetípus ház, ugyanakkor hordoz magába, én nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ilyen 60-as évek ipari építészetét, tehát valószínűleg ezek a Bőrcsök tanár úr által szervezett, néha a Ruhrvidékre, meg ilyen ipari zónákba, de hát London se kell ugye messzire tenni innen, fantasztikus konstruktivista ügyek, ami persze nem az orosz konstruktivizmusnak a imáron újraíratai, hanem csak egyszerűen az, hogy a szerkezet a maga logikájába is építészet hordozó, és ezt miért ne lehetne egy aranyos kis családi házba, ami igyekszik szinte minimalista lenni, csak nem úgy, hanem másképpen. Tehát van egy ilyen újra konstruálása ezeknek a korábbi ügyekből szétszedett ügyeknek. Hát talán így lehetne ezt értelmezni. Nagyon jó szerintem, illetve még annyit tennék hozzá, hogy én azt láttam ebben, vagy én ez a... Tehát tulajdonképpen ami most, hogy újraértelmezést, vagy nevezzük ezt a dekonstrukciót újraértelmezésnek, hogy ennek a népi urbánus értelmet újraértelmezésnek az eredménye az, hogy szerintem mind a közönség, tehát a használók, meg akit megnézik, meg laikusok nagyon szerették, meg valahol szerintem a szakmának is tetszett. Úgyhogy ezt vonnám még, vagy venném ki, mint eredmény, vagy pozitívum, hogy egy olyan összhang teremtődött, ami szerintem mindenki számára mondjuk tetszetős volt. És hát ebben az a csodálatos, engedd meg, hogy szinte ilyen térdre imához ez előtt a ház előtt, hogy a népit és az urbánust, hogy nálunk mindig valahogy a konfrontáció élődik meg, és ezt szoktuk feszegetni, holott ezeknek inkább az az érdekessége, mint egy kontrasztnak az építészetben. Én úgy gondolom, ez akkor pozitív, amikor ez egy inspirációs erővé válik. És talán a cikk is azt mondja, és talán mindannyian azt mondhatjuk, hogy most nálad ez egy ilyen inspiráló erővé vált. Igen, igen. Marna, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gratulálok a díjadhoz, amit ugyan már nem most kaptál, de én úgy gondolom, hogy az, hogy itt vagy, az ennek a díjnak egy olyan értelemben is eredménye, hogy egy olyan pályán indultál el ezáltal, ami szerintem nagyon szép helyre fog vezetni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Köszönöm. Gratulálok.